A Pannon Rádió műsorvezetői Fackovics Melissa és Rúzsa Edina 10 és 12 óra között élő műsorral jelentkezett a Pannon Presszó műsorába. Edinának ez volt az első terepi élő bejelentkezése. Szerintem a műsor elején sikerült ezt a lámpalázat leküzdeni, és Melivel megtaláltuk a közös hangot gyorsan a műsor elején. Sorra jöttek egymás után a vendégek, és még jönni is fognak. Úgyhogy jók a témák, jókat tudunk beszélgetni az emberekkel. Hogy melyik szármát kedvelem, a klasszikust. A tipikus nagymamámnak a szármája az, ami tetszik, és amit szeretek is. Külön varázsa van a terepi élő műsorvezetésnek. A műsorban igyekeznek átadni a rendezvény hangulatát a hallgatóknak. Sokkal több élmény, sokkal több inger ér ilyenkor a műsorvezetőt, mint hogy összehasonlítjuk ugye a stúdióval. Itt érezzük a szármát, a szárma illatát a levegőben, akkor a citeraszót a fülünkben, friss levegő, meg általában ilyenkor sokkal koncentráltabbak, pörgősebbek a műsorok, mert ilyen két órás műsorban szoktunk bezsúfolni több vendéget, most is a két óra alatt 8 vendég, úgyhogy nagyon, nagyon pörgős szokott lenni ez a műsor. A szármához a száraz fehérbor illik leginkább, sörökből pedig a magasabb alkoholtartalmú. A legfinomabb szárma a kemencében sül. Ilyen és még számos más érdekességet megtudhattak azok, akik hallgatták a Pannon Presszó délelőtti műsorát a 91,5 MHz-en.